Jó napot kívánok, Furiák László vagyok. Mondom, én 17. éve dolgozom, tanítok. Inkább nem a dolgozom, a tanítok, az a sokkal reálisabb kifejezés ebben az iskolában. Tehát, hogy milyen érzéssel vagyok most itt ebben a gólyatáborban 2022. augusztusában, csodálatos. Nem ez az első gólyatáborom, ezért azt mondhatom elég szerényen, ha szabad így fogalmaznom, jól érzem magam, mindegyik gólyatábor egyre jobb, egyre profibb, egyre nagyobb színvonal. Viszont, ami kiemeli ezt az eseményt, ennek az évnek az eseményeit, hogy egy új osztállyal jöttem ide. Tehát nem csak a gólyatábor szervezője, hanem egy új osztályfőnökként is tevékenykedem ebben a pár napban. Az én számomra az ideális diák, aki odafigyel másokra, önmagán kívül. Önmaga ugye fontos, minden embernek önmaga, főleg egy diáknál az elővenetel, a tanulmányai, a kapcsolatai, ugye legfőképpen ugye a gólyatábor élményeiről beszélgetünk, de az én osztályom, ha most ugye úgy lettem megszólítva, mint osztályfőnök, akkor azt mondom, a 9. L-osztály, nagyon jó kis csapat. Ebbe besegít az a tény, hogy bilinguális osztály lesz, és egy másik osztályból, tehát egy olyan osztályból, akik már hozzánk járnak, néhány diák átjelentkezett a sima gimnáziumból a bilinguális osztályba, ugye a 9. elbe, és ők nagyon sokat tudnak segíteni az új diákoknak, a gólyáknak a beilleszkedésben, az itteni körülmények ecsetelésében, a kérdés, ugye amit nem tőlem, osztályfőnöktől vagy a tanároktól nem kérdeznek meg, azt megkérdezik egymástól, illetve azoktól a diákoktól, akiknek már itt van tapasztalatuk, vannak élményeik. Tehát a legnagyobb kihívás az talán az lehet a legnagyobb kihívás, hogyha egy diák teljesen közömbös. És az nem azért kihívás, mert nehéz vele mit kezdeni, hanem azért kihívás, mert nagyon rossz érzés igazándiból egy tanárnak, egy pedagógusnak ilyen diákokkal foglalkozni, hiszen az egy majdhogy nem azt mondom, külön szakma kéne, hogy legyen. Egy olyan szakma, ami nem csak a tanítás, nem csak a pedagógiát, hanem egy picit az érzelmi életre is próbál nevelni, próbál irányítgatni egy diákot, és ez tényleg nem könnyű. Jó, tehát inkább ez a közömbösség, a semmittevés, a teljes érdeklődés hiánya, az nehéz. És most lehet, hogy csúnyán hangzik, de az egy picit bosszantó is tud lenni. Nehéz. Háromgyermekes édesapa vagyok, és nem tudom elképzelni, hogy az én gyerekeim, vagy a tanítványaim így viselkedjenek. Valóban ez kihívás lehet, de hát mi az, amit nem tudunk kezelni? Azt is kezelnünk kell. Azért vagyunk pedagógusok. A legfőbb érdeklődési köröm, azon kívül, hogy ilyen elvetemült hobbi tanár vagyok, hobbi pedagógus, tehát ez tényleg egy életpálya, és nem csak azért, hogy éppen nem tudtam elképzelni annak idején, hogy mi legyek. Ahogy szokták kérdezni a fiatalokat, hogy na és mi leszel, ha nagy leszel, én nem pedagógus akartam lenni, de aztán így sikerült. Ami engem legjobban motivál, hobbi, stb. Hát, család, tehát mindenképpen a gyerekeim, a feleségem, a családom, de ezen kívül a zene. Én 14 éves korom óta zenélek, tehát nagyon-nagyon régóta, rengeteg éve zenélek, egy picit komolyabb műfajt játszom, a jazz világában tevékenykedem, nagybőgő, basszusgitár, ritmus szekció, és ez a mai napig kiteszi az életemet, van zenekarom, szoktunk fellépni, iskola zenekart alapítottam sok-sok évvel ezelőtt, és a mai napon, bocsánat, tegnapi napon kiderült, hogy a jelenlegi osztályomban jár egy olyan fiú, aki nagyon régóta gitározik, úgyhogy vannak terveim, hogy a sajnos egy picit haldokló iskolazenekart újraélesszem.